Jó úton jár a tanügyminisztérium a tanévszerkezet és a működési szabályzat megreformálásával, ugyanakkor az átszervezések egyelőre formaiak, kíváncsiak a tartalmi részletekre is. Összegzett Ferenc Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke. A tanévszerkezet módosításával, a fél évek eltörlésével megtette az első lépést a minisztérium egy jobb oktatási rendszer kialakításához. Reagált a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke arra a miniszteri rendeletre, amely az iskolák új országos működési szabályzatát tartalmazza. Ennek értelmében nem fél évekből, hanem 5 modulból állna a tanév, eltörlik a félévi dolgozatokat. A tanév szerkezetének átalakítását nem tartja rossz döntésnek a szövetség, de az új tanterv kidolgozását várják. Mi azt bátorítjuk és azt tanácsoljuk egyrészt az iskoláknak, de szorgalmaznánk a tanügyminisztérium fele is, hogy pontosítson a szabályzókon túlmutatóan, módszertani útmutatók szintjén, hogy mit ajánl, milyen ritmikusságát ajánlja az osztályzásnak, milyen értékelés formákat promovál, illetve hogy a diagnosztikus és esetleg a formatív értékelések hol és milyen időszakokban kell megmutatkozzanak. Úgy véli, fontos lenne beszélni a tananyagról is, ami szerinte túl részletes, illetve az értékelés reformját is meg kellene vitatni. Mint magyarázta, dicséretes, hogy a pedagógusoknak több a mozgástere, és helyénvalónak tartja azt is, hogy 3-nál több jeggyel történjen a diákok tudásának kiértékelése. Ugyanakkor szívesen részt vennének szakmai vitákban, amin a tartalmi feltételeket, az értékelési követelményrendszer kidolgozását beszélnék meg.